átvették megbízó levelüket Miskolc új önkormányzati képviselői. 19-en egyénileg, 8-an pedig kompenzációs listáról kerültek be a testületbe. Többségük 15-en a Veres Pál polgármester támogató Velünk a Város Egyesület képviseletében dolgoznak majd a Miskolci Közgyűlésben. Az alakuló ülésre és az ünnepélyes eskütételre pénteken kerül sor. Egészen október 29-ig kellett arra várni, hogy az úgynevezett kompenzációs lista eredményét is meg tudjuk állapítani. Rakacki Tamás, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a végleges eredményt. A korábbinál egy taggal kevesebb, tehát 27 taggal áll föl az új miskolci képviselőtestület pénteken. Kompenzációs listáról 8-an kerültek be a közgyűlésbe, 6-an a Fidesz-KDNP színeiben dolgoznak majd, míg a Mi Hazánk Mozgalom és az Új Lendület Miskolcért Egyesület egy-egy független képviselője is kompenzációs listáról jutott be. A 19 egyéni választókerületből 15-ben a Velünk a Város Egyesület és az őket támogató pártok, illetve civil szervezetek jelöltjei győztek. A választás eredménye alapján előreláthatólag egy frakciót alkot majd a Veres Pál mögött álló 15 képviselő. Az alakuló ülést pénteken tartja az új miskolci testület, ekkor tesz majd ünnepélyes esküt a 27 képviselő és Miskolc polgármestere. Pénteken alpolgármestereket és bizottsági tagokat is választanak.